Hello, hello mindenkinek, üdv, én Szabó Viktor vagyok, és többen kértétek már, hogy nézzünk rá a CapCut-ra, hogy mi ez a program és mit tud. Nos, nyilván engem is érdekel ez a dolog, úgyhogy csekkoljuk. Nyitottam egy új projektet, és nagyjából semmit nem állítottam be, szóval ha nyitok egy új projektet, akkor ti is ezt fogjátok látni. Rögtön láthatjuk, hogy annyira nem komplex itt a kinézet, mint mondjuk egy Premiere Pro esetén. Én is most fogok egyébként ismerkedni az egésszel. Itt jobb fent egyébként találunk egy shortcut nevezetű történést, ez nagyon jól fog jönni, szóval ti is használjátok gyors billentyűket, van is erről egy videóm, bár ott Premiere-ben mutogattam meg, de szerintem itt is találtok mindenféle shortcutot, most ezzel nem húzzuk az időt. Rögtön a timeline-unkat fogjuk testre szabni, itt jobb oldalt a modifier-ra kattintva. Ja, itt egy projekt név, hát ezt elnevezzük tesztnek. Itt ki tudjuk választani, hogy milyen formátumban akarunk dolgozni, most mi 2-1-be, én általában abba szoktam egyébként a videókat. Kiválaszthatjuk, hogy kopizza be a projektbe a fájlokat, vagy pedig maradjanak az eredeti lokáción. Nos, nyilván ezt akkor használd, hogyha szeretnél egy helyen tudni mindent, de ezt nem javaslom, mert így nagyon nagy lesz a fájl. Mi van még itt? Advanced. Ja, hogy igen, ilyen custom történést is tudunk, de most mi visszarakjuk 2-1-re. FPS-t rögtön át is állíthatjuk, ugyanis Európában a 25-öt, vagy pedig az 50-et szoktuk használni. A lámpa fényei így működnek jól, vagy hát nyilván az iPhone az 30-ba vesz. 25-nél vagyunk most. Reg 709 marad. Ez mit tud itt? Semmit? Jó. Akkor save. Nagyon jó. És akkor behúzok most egy nyers fájlt, hogy megnézzük, hogy mit tud vele kezdeni. Egyáltalán a 10 bitet tudja a CapCut. Nagyon jó, tudja. Behúztam, nyilván. Itt van egy hangsávunk is. Azt nem tudom, hogy szét lehet-e kapcsolni. Hoppá, szét is szedtük. Igen, itt van egy gyönyörű hangsávunk. És tudjuk több sávon is dobálni a cuccaink. Nagyon jó. Figyelj, tökéletes. Most azt fogjuk csinálni ezzel a képpel, hogy kicsit a scale-t előrébb hozzuk, amúgy ez egész jól működik. Ja, ezt is tudjuk keyframe-elni, nagyon szuper. Vár most biztos mondok olyan dolgokat, amiket nem tudnak egyes emberek, de igyekszem így nulláról megmutatni, hogy hogyan is kell elkezdeni videót vágni. Audio, speed, van itt nekünk minden. Azt hiszem a B-vel vágunk, szóval ha nem vág rögtön, és a Command B, aha, Mac-en a Command B, az vág, a betűvel pedig visszaváltunk az egérre, nagyon szuper. De, hogyha átváltasz a B-re, akkor így kapsz egy ilyen vágóeszközt. Nyilván általában nem így szoktunk vágni, hanem úgy, hogy ide állok, azt mondja, ezt le akarom vágni, akkor Command B. És akkor oda is rakott egy vágópontot. Nagyon szuper, ezt mindenki egyébként ki tudja tapasztalni, meg itt tudunk váltani az eszközök között. Ja, egyébként tök jó. Kapunk is markert, meg tudunk itt jelölni dolgokat, arra most nincs szükségünk. Közben lemerült itt a non-light, de jók leszünk így is. Ja, mit tudunk itt még csinálni? Mindig először a color grade-del szoktam kezdeni. Itt most nem találom. Hol van? Adjustment. Aha, itt van. És be is rakjuk a látunkat, amit szoktam, de hogy tudom berakni? Hello. Miért nincs opció? Annyira nem intuitív a felülete. Meg nem tudok berakni. Hát figyelj, color grade az igazából arra bőven elég, amire kitalálták, hogy helyre rakd a színeket, meg ilyesmi, de nem tudom, hogy lehet itt, be kell húzni. Ez, hogy konkrétan most nem tudok látot berakni. Vagy csak én vagyok béna. Vagy esetleg itt bal oldalt valami effektnél. Itt ha beírom, hogy lát. Hát nem tudom, hogy itt ez mit? Nem tudok kiválasztani. Na jó, hát akkor a color grade-et most hagyjuk. Nézzük meg, hogy audióval mit tudunk kezdeni. Aha, a hangerőt tudjuk, a zajt tudjuk leszedni. Wow, ez is azért elég jó cucc. Figyelj, igazából ez nem egy nagyon komplex program, szóval különböző sebességeket tudunk csinálni, az is jó. Ami igazából jó ebbe a programba, hogy egyszerű, illetve ami még nagyon jó benne, és nekem nagyon tetszett, nem tudunk így közelíteni. Jó, szépen így ráközelítünk. Szóval ami nekem nagyon tetszett, hogy egy csomó effekt van bennem, ami például a Premiere-ben nincs. Például ide berakunk egy transition-t, nagyon jó. Tehát ezeket máshol pénzért kapod meg,
mármint úgy értem, hogy nem a premierbe, hanem úgy alapjáraton, mondjuk az Envátóról tudsz leszedni ilyeneket. Itt viszont ingyen benne vannak, szóval ez nagyon jó. És nem is ilyen béna effektek, hanem egész jók. Illetve ami még tök durva volt, és nem tudom, tudunk-e itt olyat csinálni, keresünk szépen egy snittet, ahol mondjuk itt ülök. Jaj, valamit közben én elhúztam. Aha! Lehet itt pakolászni ezeket. Na, ez tök jó. De most nekünk nem kell a pakolászós rész. Így, né. És akkor szépen kiválasztunk egy részt. Megnézzük, hogy tudjuk-e maszkolni emberünket, mert ugye lehet elvileg olyat is. Nézzük meg, így mit tud. És egyébként egész gyors az effekt, ahogy rárakta. Mik vannak még? A body effect, aha, na ez lesz az izgalmas, hát akkor ezt is rakjuk rá. Nyilván ez egy rövid snitt, nem sikerült rárakni? Vagy ez csak ennyit tud? Na nézzük. Hüha. Jó, hát itt belenyúlkáltam egyébként a kamerába, de egész szépen kiszedett, bár a mikrofont is. Mikrofont nem tudja kiszedni. Mi van még itt? Várjál, valami hosszabb snitten próbáljuk meg. Hüha. Ja, hogy ez még nem töltött be? Vagy már betöltött, és ilyen? Jó, akkor nézzük másik effektet. Húha! Itt eltűnt, itt most van. Nagyon jó, és gondolom ezt tudjuk állítani. Biztos vagyok benne. Animálni is tudunk dolgokat. Aha, szóval itt van ilyen előre beállított animáció, amit úgy látom, hogy le kell töltenünk, nem baj, letöltjük. Aha. Hoppácska. Micsoda animáció. Mit tudunk még itt? Wow, és egyszerre több effektet is tudunk. Nyilván kitakarod az arcot, akkor nem ismeri fel, de amúgy egész jól felismeri. Nézzük meg ezt. Sőt, hát figyelj, ott a mikrofonnál problémái vannak, de amúgy egész szép. Egész szépen megcsinálja. Esküszöm, tele fogom rakni ilyenekkel a videóim. Mi van még itt? Na, ez se rossz egyébként. Szóval, ja, ezek az effektek, amik nagyon brutálisak. Úgyhogy, és minden ingyen van, ez a durva. Jó, figyeljetek, exportálni is tudunk. Nyilván itt is kiválasztjuk a legjobb felbontást. A bitrate-et is kiválaszthatjuk. Mindent. Konkrétan mindent ki tudunk. Nyilván H264-be akarunk, MP4-be, 25 legyen a frame rate, és egyébként az audiót is ki tudjuk. Nagyon jó, figyelj, szuper. Én azt mondom, ha valaki vágóprogramot keres, és akár most tanul, tanuláshoz tökéletes. A CapCut nyilván sok helyen el szoktam mondani, hogy nem az számít, hogy most melyik programba vágsz, hanem az számít, hogy vágsz. És nyilván a CapCutból ki lehet hozni egyébként jó dolgokat. Nem is mentem még bele sok dologba, mert például kis matricákat tudsz adni, kis feliratokat, csomó minden effekteket a feliratra, stb. Szóval, hogy nagyon-nagyon széles körű ez a program is, és mondom, az egyik csoda fegyvere az az, hogy free, úgyhogy ja, nem komplex, de nem is kell például kezdésnek komplexnek lenni. Á, ide kell importálni a látot. Hát akkor importáljuk. Á, és ez külön a adjustment layer-re rakta. Okos. Akkor ilyenünk is van itt is. Tehát tudsz csinálni egy layert, amire effekteket rakhatsz, és akkor a V-vel tudod állítani, hogy látványos legyen, vagy ne. És egyébként tök patika. Szépen. Na, itt már ugye kiválasztottam a látomat. Nincs és van. Szuper. Jó, hát a végére ez is meglett. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb. Hogyha bármi kérdésetek vagy észrevételetek van a CapCut kapcsán, vagy esetleg specifikusan szeretnétek valamilyen tutoriált, akkor mindenképpen írjátok meg a kommentek közt. Ez ilyen első benyomás videó volt nagyjából, már ismerkedtem korábban ezzel a programmal, de így veletek együtt akartam rájönni dolgokra, úgyhogy szerintem ez sikerült is. Ja, találkozunk legközelebb, ciao!